Jó reggel, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. szeptember 12. napja van, ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Mai napra egy ilyen kicsit borongósabb, gondolkozósal hírt hoztam, mégpedig ez egy szeptember 5-i bejelentés volt. A Solana blokklánc kapcsán, ugye a VISA itt szeptember 5-én, ez tulajdonképpen egy hete volt, bejelentette, hogy USDC elszámolásokat fog eszközölni a Solana blokkláncon is. Aki még emlékszik arra, hogy milyen volt bikapiacon lenni, és itt voltam a 2020-21-es bikapiacon, de itt volt akár a 2017-18-as nagy. Alt season során, az pontosan tudja, hogy egy-egy ilyen súlyú bejelentésnek mit kellene jelenteni a piacon. Azért a Visa az egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltató. Ugye a blokkláncok azok próbálják a saját helyüket megtalálni a pénzügyi szolgáltatásoknak a környékén. Az, hogy az USDC, ami pedig a, a legnagyobb, hát az USDT után a legnagyobb, de talán a jogszabályoknak leginkább megfelelő stablecoin, hogy ez egy ilyen elegybe össze van főzve, hogy a Visa a legnagyobb pénzügyi szolgáltató egy jól működő stablecoinnal a Solana blokkláncon elszámolásokat végez. Ez egy normál pika piacon, de akár csak egy normál piacon, ilyen egy nap alatt 2x, 5x, 10x kategória bármelyik altcoinnak a csártyán. Ez nem egy olyan hír, mint hogy mit tudom én, a Kentucky Fried valamelyik vasárnapi menüjére elfogadnak dogecoin vagy valami ilyen hülyeség, hogy újabb kutyasétáltató token találtak ki, amit kilőnek a holdra valami USB stickben, hogyha erre járnak a földön kívüliek, megtalálhassák, vagy vannak ezek a folyamatos ilyen, ilyen agyszívó bejelentések. Ehhez képest egy Visa, egy USDC és egy Solana, az egy olyan mix, ami gyakorlatilag egy nap alatt kellene egy ilyen 5x-et, 10x-et kreáljon a grafikonon. És akkor itt vagyunk a Solanának az egyhetes grafikonján, és én itt bejelöltem nektek azt a pontot, amikor talán a Solana teljes története során a legfontosabb bejelentés történt a Visa által, ez a gyertya volt. Ha én ezt nem jelölöm be nektek nyilla, akkor ezen a grafikonon azt, hogy hol történt ez a nagyon fontos bejelentés, az észre se lehet venni. Ez a döbbenetes ebben a mostani medvepiacban, vagy medvepiac utáni ilyen felhalmozási, ilyen kapitulációs, ilyen depressziós fázisban, hogy Gyakorlatilag zéró kereslet van ma már a piacon. Kereslet talán az ilyen hülye memecoinokra van az altók között, hogy minden nap bedob valaki valami pepét, vagy szuperpepét, vagy Boom-Pepét, vagy ö, nem tudom mit, és akkor azok mennek egy nagyot, aztán lehassalnak, akkor meg lehet sértődni, hogy már megint valaki átvert valakit, pedig tudni lehet, hogy egy csalás az egész, de hogy amikor tényleg van egy, egy kvázi blue chipnek nevezhető blokklánc, aminek kapcsán a pénzügyi világ blue chipje -ja, tesz egy olyan bejelentést, amitől egy normál piacon a Solana az ide visszaszaladt volna a teljes ö, csökkenésnek a Golden Pocket szintjéig, de legalább eddig a csúcsig ide 50-ig elszaladt volna, ehhez képest nem, hogy nem szaladt sehova, egy folyamatos, nyugodt trendben szépen jön lefelé, zéró kereslet van a piacon. Semmi kereslet nincsen a piacon. Az altcoinok iránt, a kriptó iránt is elég kevés. Ez mutatja, hogy egy mennyire-mennyire depresszív stádiumában van jelenleg a kriptovilág, és ez mutatja azt, hogy oda jutottunk, hogy keresgethetitek a közösségi médiában az éppen aktuális jó hírt, pont ennyit számítanak a jó hírek. Most megmutathatnám egyébként a, a Ripőrnek a csártyát is. Itt van tulajdonképpen ez is egy tök hasonló történet. Itt jelentették ugye be, hogy a Ripple első fokon nyerte egy pert, ez természetesen a Ripple közösség azonnal úgy értelmezte, hogy ez a perez örökre meg van nyerve, és senki nem fog felebezni, és semmi nem fog történni. Ment egy óriásit, és mostanra, megérkeztünk a kiinduló pontra. Tehát gyakorlatilag nincsen olyan hír, nincsen olyan impulzus, ami ezen a mostani piacon egy tartós emelkedést tudna beindítani, totális depresszió és totális keresleti hiány van ma a kriptopiacon, és ennek az ékes bizonyítéka, hogy altcoinok tekintetében ez a Visa bejelentés, ami a Solana-nál történt, ez szerintem két évre visszamenőleg a legnagyobb bejelentés, és gyakorlatilag nem látszik a grafikonon. Ezután a kis depresszív dűnyögés után pedig gyorsan szaladjunk végig a bitcoin csártokon és a konszenzió táblákon. Tegnap óta nagy változás nem történt, nekem a konszenzió jelenleg egyik idősávon sem mutat pozíciót. Hetes idősávon, ugye itt 27.500 magasságában felkonfirmált a 7-es és a 30-as mozgó átlagoknak a medvés keresztezése, ezzel itt egy short 3-as rendszerkezet állt be. Itt akkor tudnánk pozícionításban gondolkozni, hogyha 27.500 dollár felett látnánk a bitcoinnak az árfolyamát. Ha megnézzük az eresít, az egyértelműen medvés trenddel lefelé, csárpánk momentum oszcillátor is medvés területen van. Itt a 7-es csárton jelenleg sok nézni való nincsen háromnapos grafikonon is hasonló a helyzet, ez egy short hármas trend mind a két rövid mozgó van a hosszú át, mozgóátlag alatt, és szépen csökken az értéke mind a kettőnek. Azt látjuk, hogy itt a magas mozgó átlag 28.500 dollárnál van, e fölé kellene felrángatni a sárgával jelölt háromperiódusos mozgóátlagot ahhoz, hogy az első pozíciót ezen a csárton megkapjuk. Konszenzió kereskedési rendszerben talán a három idősáv közül most a napos idősága a legérdekesebb, tudnék, ez is egy sorthármas rendszerkezetben van, de azt látjuk, hogy itt jön kőként zuhanva a 30 periódusos mozgóátlagunk a minünk, és ez 26 3-400 dollár környékén jár most, megérkezett ennek a mostani oldalazó sávunknak a tetejéhez, amiből így kikandikál föl le a bitcoin, nagyjából így lehetne elezni azt a sávot, amiben már régóta kereskedik, ebből fölfele, lefele általában kikinéz. Ennek a tetejéhez most megérkezett ez a mozgó és ugye ez július óta folyamatosan ellenállásként szolgál a bitcoin mozgása tekintetében a konszenzió kereskedési rendszerben akkor kapnánk egy pozíciónyitási szignált, hogyha a rövid mozgó átlagunk felkerülne a hosszú mozgó átlag fölé, ez jelenleg 26.400 dollárnál van, úgyhogy akik korai trendfordításra esélyt adó beszállókra vadásznak, azoknak valószínűleg ezt a 26.400-at érdemes figyelni, és azt, hogy a három periódusos mozgó átlag az e fölé valahogy vissza tud-e keveredni. Eresében továbbra is látható azért egy bikás divergencia, itt a napos időságon emelkedő eresi mélypontokat követik itt az árakcióban az egyenlő vagy, vagy kicsit, kicsit csökkenő mélypontok. Csárpánk Momentum oszcillátorban is ott van ez a divergencia, úgyhogy a bikáknak talán ez egy ilyen reménykedésre okot adó tényező, de alapvetően a trend struktúra, mind a három időságon medvés. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő ez a következő videóban. Sziasztok!